Pár héttel ezelőtt itt a Frisbee-ben bemutattunk egy urat, aki Magyarországon szinte egyedüliként képes szellemet idézni. Akkor itt volt velünk Zámbó Krisztián, aki nem tudta végigcsinálni a mutatványt. Ennyi levelet és ennyi üzenetet, amennyit az adást követően kaptunk, eddig még a Frisbee fennállása alatt nem kaptunk. Ezért úgy döntöttünk, és ezt anno az adásban meg is ígértem, hogy visszahívjuk Bujka Antalt. Az önök által a Facebook oldalunkra írt kérdéseket felteszem neki, és megpróbálunk ma is szellemet idézni. Hölgyeim és uraim, érkezik Bujka Antal! Antal, én szkeptikus voltam, szkeptikus is vagyok. Rengetegen megállítottak az utcán, és rengetegen írtak nekünk. Nagyon sokan hisznek ebben a dologban, és legalább annyian nem. Azt kértem öntől, hogy hozza be ezt a széket, ezzel fog ma este is szellemet idézni. Ugye a legtöbben azt írták, hogy ebben a székben elem van, távirányítóval mozog, mágnessel próbálja mozgatni. Igen. Szeretném, hogyha megvizsgálnánk, jó? Persze, természetesen. Ide állok Antal mellé. Jó. Tehát csak annyit szeretnék mondani, hogyha lenne is benne távirányító, ez egy kis ceruza, amit beledugunk. Hogyha lenne is benne távirányító, vagy bármilyen szerkezet, ez tök üres, a vendégeim kérdésére nem tudhatom a választ, és azoknak le kell írodni. Nézzünk ebbe bele? Beszéltem egy ismert bűvésszel, aki azt mondta, hogy vigyem el és röntgeneztessem meg ezt a... Azért nincs értelme, mert látom, hogy ez gyakorlatilag egy tömörfa. Itt van egy lyuk rajta, miért? Az energiával való feltöltéséhez kell, mert ugyanis amikor elkészül ez a kis eszköz, akkor fel kell tölteni energiával, és ahhoz szükséges ez a kis... Jó, tehát a kezdte ceruzát rakja bele, igen, valami igen. Mágikus erő hatás alá kerüljön. Elmenjen a hangom. Igen. Na, oké. Tehát ez azt jelenti, hogy így érintkezik. Igen, így felállítjuk a leterített papírra majd. Hát így még nem fog, de elképzelhető. Ez nagy baj lenne. Most már itt lenne valaki. Hát van, de mindig van itt. Vannak. Szeretett hozzátartozóink, azok mindig itt vannak velünk. Tehát itt vannak a közelünkben. A vállamon ülnek? Kísér minket. Mit tesznek? Kísér minket. Ott már csak szellemi táplálékra van szükség. Már... És az olyan, mint a plankton, vagy milyen? Hát hasonló, igen. A szeretet. Tehát a szeretetünk táplálja őket, az abból táplálkoznak. Hogy félelmetes. Tehát az biztos, és ezt bátran kijelentem, hogy ebben a székben nincsen semmi. Ezt most kamerával meg is mutattuk. Be fogunk hívni valakit, aki nekünk ígéretet tett arra, hogy bármi történik, ő végigcsinálja, nem fog megijedni, és komolyan veszi a produkciót. Állunk elébe. Hölgyeim és uraim, érkezik Gáspár Győző! Szóval, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ez valóban nagy dolog a részedről, hogy erre vállalkozol. Én hasonló szituációban nem tudom, hogy viselkednék, ezt őszintén megmondom. A pániktól, a félelemen át, a komolytalanságig minden megfordulna. Szerintem, hogyha valaki hisz bennem, mint ahogy én is hiszek benne, akkor itt nem kell pánik, meg nem kell komolytalanság, hanem aki szeret valakit, akkor azért miért ijednék meg, és miért ne csinálnám végig az egészet, mert én úgy gondolom, hogy most lehet, hogy már sok támadást kapok, hogy ebből is most reklámot, meg médiát csinálok, hogy ide eljöttem, de a kíváncsiság, az ember egy kíváncsi természetű. Az ember mindenre kíváncsi, és amit nem próbáltunk ki, azt ne ítélkezzünk. Én is megnéztem ezt a széket, ahogy megérkeztem, és tényleg nincs benne semmi. És én már alig várom, hogy amit én tudok igazságot, hogy ez valójában ez a szék tudja azt az igazságot. És itt nem kell pánik, roham meg félelem, mert itt akkor kéne félni, hogyha tényleg olyan kérdések lennének föltéve, hogy Gáspár Győző idézőjelben ölte ma embert. Akkor azt mondom, hogy félek, mert ki fog derülni, de nem. Itt most édesanyámról van szó, akit 224 volt tegnap, ma van 225. napja, akit nem láttunk, és ahogy mondta itt a Antal, hogy velünk vannak,
Te érzed, hogy édesanyád veled? Ma körülbelül háromszor volt otthon, de úgy volt otthon, hogy jól mondom, hogy ilyen reggel 5 és 6 óra között jelennek meg? Figyelj, a szellemvilágban megszűnik az idő fogalma, nincs idő. Nekik az... Én inkább nem is szellemi világot mondanak, hanem inkább azt mondanám, hogy ahogy a búcsúztató szövegben mondtak, hogy tőle nem elbúcsúztunk, csak elköszöntünk. Elköszöntünk, nagyon helyes. Tulajdonképpen ő velünk van, mai napig velünk van. Mert mikor kérünk valamit, és ez tényleg, ezt most hallakom, hogy mondom, kérünk valamit, úgy sikerül azóta. Működnek a dolgok. Nagyon sok segítség jön onnan, Győző. Rengeteg segítség, csak sokan nem veszik észre. Aki nem hisz ebbe a dologba, az azt mondja, hogy hát a véletlen történt. Van olyan is, de óriási segítség jön. De a Jóisten azt mondta, hogy itt a Földön azért vagyunk, hogy szenvedjünk, csináljuk a dolgokat, szebb autó, jobb élet, hajtás, ott pedig mindenki egyenlő. Így van, pontosan. Ott pedig mindenki egyenlő, és én azt mondtam pont a testvéremnek valamelyik nap, hogy abba volt az édesanyám jó módú, nem vitt magával semmit. Így van. Csak önmagát. Így van, egy szár ruha esetleg, ami... És igen. Most hiába leszek én híres, ettől még híresebb vagy Péter is, ugyanaz egy testet tesznek be, és leengednek minket örök nyugalomban. Így van, ebben vagyunk egy De formán. Minden nap otthon vagyunk. Van. Én hiszek bennem. Csináljuk azt meg. Tegyél fel egy olyan kérdést, amit mi nem tudunk, sem a nézők, sem én, sem Antal. Írd le nekem ide a papírra, hogy mi a válasz rá. Édesanyjától fogod megkérdezni, nyilván veletek kapcsolatos. Így van. És utána meglátjuk, hogy ez kiderül-e a szellemidézés alkalmával. Ez az egyik. A másik, hogy a szék, tehát én nem szeretnék ismét belefutni abba, hogy nem ír, meg csúnyán ír, meg hát ez vagy nyaklánc, vagy nem nyaklánc. Igen, legyen egzaktabb a dolog. Hogy lehet egzaktabb? Nem a nagy felírunk tamulik. 4-5 dolgot, és a bekarikázza jót, vagy hogy tudjuk ezt egzaktabb? Hát, hogyha meglátjuk, hogy milyenek lesznek az energiaviszonyok. Ha édesanyja, a Győző édesanyja, tehát, ha megír rosszak és nem fog írni, az nem olyan jó. Na, hát akkor ez nem rajtunk múlik. Ez nem rajtunk múlik. De rajtunk múlik. Hát attól függ, mondom, Győzi. Nagyon sok Én azt mondom, hogy csináljuk végig. Írjál le valamit, úgyhogy Antal ne lássa. Jó. Is fordulok. Jó. Valamit meg fogsz kérdezni édesanyjától, te tudod rá választ, és kérdés, hogy a szellem azt fogja leírni. Mi volt az utolsó vacsora vagy ebéd, amit elkészítettél? Tök mindent, tehát teljesen hétköznapi lett. Hogy mit vittem neki utoljára, megvan. Jó. Oké. Megvan? Meg igen. Oké. Köszönöm szépen. Ezt a papírt, ezt ide letesszük. Akkor menjünk, vár a szellemidézés. Rendben. Jó, a nézők közben láthatták, hogy az asztalt mi hoztuk, az asztal alatt semmi nincsen. Ez itt a TV2-ben, a díszletraktárban volt ez az asztal. A székeket mi adtuk, Antal semmi más nem hozott, csak ezt a széket. És a papírt. A papírt. Ezt miért? Hát ezen fog remélhetőleg nekünk működni. Ez sima papír. Sima papír. Nehezen lehet távirányítva, igen. Jó. Oké. Akkor én azt kérem, hogy kezdjük el. Igen, elmondanám akkor Győzőnek, mivel még nem tapasztaltad ezt a dolgot, elmondanám, hogy fog ez működni. Ez az a bizonyos háromlábú kis szék, amelynek a segítségével, és majd a mi közös energiánkkal megnyissuk ezt a csatornát, amin keresztül remélhetőleg sikeresen felveszünk. De azt, hogy remélhetőleg olyan nincs. Az nálam az a szó, hogy remélhetőleg nálam olyan nincs. Akkor én azért jöttem ide, hogy felvesszük a kapcsolatot. Így van. És amennyiben elsőre hibáztunk, akkor én fogom jelezni, hogy ez kamu. Jó, rendben van. Hogy a nézők is azért úgy lássák azt, hogy azért tényleg nekem vannak titkaim, és abból most egy pár szemet elhintek, és nem remélhetően, hanem igenis akarom tudni, szeretném tudni a választ. Nagyon és hogyha a válasz igaz, akkor azt fogom mondani, hogy igaz. Nagyon jó a hozzáállás. Ennyi? Nagyon jó. Elmondom, hogy működik, jó? Ezt a kis széket ide fel fogom állítani, majd így a papír közepére megmutatom, és megkérlek majd, hogy a jobb kezedet tedd rá így a kis székre, másikat pedig a papírra. Megkérem majd a Pétert is, tehát valahogy így fog ez kinézni, egy-egy jobb kéz lesz rajta.
én nem teszem rá kezem, én nem nyúlok majd hozzá a kis székhez, én majd csak édesanyját keresztnevét szeretném meg. Mária. Mária, ezen kívül semmi más. Általában körbe-körbe szokott elindulni, akkor én köszöntöm, és megkérem, hogy köszöntsön minket ő is. Akkor a kis szék oda csúszik a kezedhez. Egy olyan világban, ahol az információ körülvesz minket, a távmunka mindennapos lett, és minden tranzakció digitálisan zajlik. Jelentős kihívás egyszerűen megtalálni, elérni és megosztani a megfelelő dokumentumot, ami elvesztegetett időt, leterhelt kollégákat és valódi üzleti kockázatot eredményezhet. Éppen ezért az M-Files a munkavégzés jobb és intelligensebb módját álmodta meg. Képzeljük el, hogy mi történne, ha a megfelelő információt a megfelelő embereknek és a megfelelő módon tudnánk eljutatni automatikusan, függetlenül attól, hogy mire van szükségük, vagy hol tároljuk az információt. Mi lenne, ha mindig biztosak lehetnénk abban, hogy az adott információ biztosan aktuális, pontos és teljes körű, és csak a megfelelő módon a meghatalmazott csapattagok által kerül felhasználásra. Képzeljük el, hogy automatizálni tudnánk az információ vezérelt üzleti folyamatokat a szervezet minden szintjén és minden részlegében. Mi lenne, ha növelni tudnánk a csapatunk hatékonyságát és biztosítani a dokumentumok biztonságos áramlását. Az M-Files-szal ez lehetséges. A felhő alapú mesterséges intelligenciával támogatott megoldás segítségével minden tartalom, minden platformon keresztül és helyszíntől függetlenül elérhetővé válik, és tartalomnak megfelelően elemzésre kerül. Ez azt jelenti, hogy a kollégák a releváns, pontos és aktuális információt érik el, függetlenül a formátumtól és a tárolási helytől. Bárhol, bármikor. Nem kell többé a fájlokat vadászni vagy mappákban keresgélni. Nincs többé szükség a verziók összehasonlítására vagy jogosultságok ellenőrzésére. Nincs több rutinhiba vagy a vállalat hírnevét veszélyeztető kockázat. És nem kell többé a magasan képzett munkaerőnek időrabló feladatokra vesztegetni a munkaidőt. Most van egy jobb megoldás, egy intelligensebb mód. M-Files. The smarter way to work. Ez is megérinti. Megérinti Péter kezét is, végül ide jön hozzá, megérint engem is. Akkor megkérem, hogy kedves Mária, mozgasd a kis széket a papír közepére, ez becsúszik, és felteszem a kérdést, hogy mondd meg, légy szíves, hogy az vagy-e, akit hívtunk, te a Mária nevű kedves lélek vagy-e, az itt jelenlevő fiatalember, édesanyja. Ha azt mondja, hogy igen, én vagyok, elindul, és rajzol egy kört, ez az igen válasza lesz. Ha nemet mond, egy háromszöget fog nekünk rajzolni. Ha azt mondja, hogy én vagyok, akkor innentől kezdve elkezdjük a beazonosítását. Meggyőződünk arról, hogy valóban ő van itt. Olyan kérdéseket teszel fel, győző, amire csak te és édesanyád tudhatja a választ, és az ide leíródik a papírra. Kíváncsi vagyok. Kezdjük. Baromira. Jó? Jó, akkor kérlek, hogy arra vigyázz, nagy súllyal, nagyobb felületre, még nagyobb felületre, csak erősen nagy súllyal ne nyomjuk, jó? Mert akkor kitörik a ceruza hegye. Tessék, oda másikat a papír szélére légy szíves, hogy könnyököd ne érjen. Kövessétek, ez egy picit kevesebb súly legyen rajta. Még. Kedves Mária, nagyon sok szeretettel hívlak, szólítalak. Kedves Mária nevű lélek, ha itt vagy velünk, vagy köztünk, vagy kélek jelentkezz. Kélek erős, hogy meríts energiát, mozgasd a kis széket, menj közelebb én is meg a kezét. Köszönöm szeretettel azt, ki a legközelebbi hozzátartozó itt az asztalnál. Kedves Mária, szeretnénk veled beszélni, szeretnénk veled itt, picit kevesebb súly legyen rajta, szeretnénk veled itt ilyen formában most találkozni. Hívunk, szólítunk szeretettel, Mária, kérlek, csúsztasd, mozgass közelebb a kis széket, én is meg a kezét, köszönj szeretettel, kedves fiadat. Gyorsan, bátran, határozottan, erősödj, meríts energiát, Mária, hívhatom ide, én is meg a kezem, hagyj hallja te hangodat, győző. Ó, ezt most én tényleg nem hiszem, mert ez megy magától. Gyorsan, bátran, menj közelebb, én is meg a fiat kezén. Szeretettel, csak annyit, hogy anyu, gyere, én is meg a kezem. Ha itt vagy, akkor gyere, én is meg a kezem. Gyere, gyorsan, bátran, kicsit. Ösztönözni őt, meg először. Azt szeretném megkérdezni, hogy az utolsó szülinapom, az miért sikerült úgy? Mi történt azon a napon? Miért volt ez így? Nekem ez még mindig fájó pontom, és akarom tudni azt, hogy ez a születésnap miért így záródott be? Győző, bocsánat, előbb azt írjuk el, hogy köszöntsön minket, mozogjon a kis szék, köszöntsön minket, utána fel lehet tenni majd ezeket a kérdéseket, jó? Csak annyit, hogy gyere anyu, érintsd meg a kezem, gyere hozzám közelebb.
stb. Egy kicsit, add ki magadból egy kicsit, jó, hogy kaphassunk is tőle. Ha itt vagy, gyere közelebb, jó? No, gyere, érj meg a kezem, gyere hozzám közelebb. Atya, bátran, bátran, bátran. Hát ezek után kerül. Hogy bátran? Jön a szék magától. Gyere hozzám, én is meg a kezem. Győző, ha nem hívjuk, nem jó, adunk. Hát hívom, de le vagyok sokkolva, ja, ebben nem hittem, ja. És ez jön ebben magától. Ebben az irányban, kedves Mária, csúsztasd a kis széket, én is meg a kezét. Köszönt szeretettel, szeretettel üdvözlünk, köszöntünk mi is. Gyorsabban, bátran, határozottan, kedves Mária, én is meg a kezét fiadnak. Köszönsd, üdvözlőd, mi is köszöntünk téged szeretettel. Csúsztasd közelebb a kezéhez, érintsd meg, köszönsd őt szeretettel. Gyorsabban, bátran, határozottan, kedves Mária. Ezt csak én akkor mondani kéne, hogy gyere. De gyere, hogy nem tudok megszólalni, lesokkoltam, én ebben nem hittem. Hát, én úgy jöttem ide, hogy ebben nem hiszek, és lesokkoltam. Most én, aki merek, körülbelül 30 ezer ember előtt megmerek szólalni, most meg nem tudok megszólalni, mert ez valójában tényleg igaz, és azt érzem, hogy átjött rajtam egy ilyen, nem is tudom, mit mondjak, átjött rajtam egy valami. Persze, persze, itt van velünk, itt van veled. Hú, ezt nem hiszem el. Ha most itt vagy velem, akkor gyere egy picit közelebb. Én is meg a kezem. Én is meg a kezem. Jó, gyorsan, bátran, határozottan, mozgasd a kis széket közelebb. És most lehet kérdezni? Még nem, még köszönt minket, most meg fogja érinteni, és ha jól sikerül, meg is simogatja a kezed, minden ujjad megérinti. Körbe fogja rajzolni a kezed. Kedves Mária, köszönjük szépen, és ha te vagy Mária, simogasd meg a fiat kezét, minden ujját érints meg. Simogasd körbe, köszönsd öt szeretettel. Gyorsabban, bátran, egy pici súly legyen rajta, hogy ne billegjen új. Minden ujját érints meg, simogasd körbe a kezét, Mária. Köszönj szeretettel győző fiadat. Simogasd meg minden ujját érints meg, gyorsabban, bátran, határozottan. Annyit, anyu, folytasd, mert inkább a te hangulat. De folytassam, ebben nem hittem is, és azt érzem, hogy mintha itt lenne valaki. Ezt most halál komolyan mondom. Nem minden óvszer egyforma. De van olyan, ami pont neked jó. Választ a leginkább hozzád illő, megújult Durexet. Folytasd, mozgass visszafelé a kis széket, minden ujját érintsd meg. Ilyenkor sokat kell beszélni, mert a hangok rezgéséből is erősítjük őt, onnan is energiát merít a hangunk rezgéséből. Folytasd, simogasd meg, rajzolt körbe kell, minden ujját érintsd meg. Azt én úgy ültem le ide, hogy majd mondom, szórakozok veled. Tedd fel a kezed. Én úgy ültem ide, hogy majd játszok veled. És ez komoly. Úgy folyta, simogasd meg, minden ujját érints meg. Köszönöd őt szeretettel. Szeretettel köszöntünk mi is. Ilyenkor szólni kell, beszélni kéne, mert így teremtődik meg a kapcsolat. Így alakul ki a kapcsolat köztünk akkor, is. Ha itt vagy velünk, akkor azt szeretném megkérdezni. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy apukámon segíts, mert látott te is, hogy őt elmenti, egyre betegebb, egyre rosszabbul van, és segítsd őt meg, hogy karácsonykor egészséges legyen, mert ahogy telik a nap, egyre rosszabbul van. Megcsináljuk úgy, hogy az ő keze van rajta mind a kettő? Megpróbálhatnánk, lehet, hogy úgy. Jó, akkor tedd már így a két kezedet, Győzi. Csak megfordítjuk. És nagyon fontos, hogy tedd fel, beszélj hozzá, mert ugyanaz lesz a helyzet, mint Zámbó Krisztián esetében, hogy ez valóban ez mozog, ilyetetlen. Azt tudtuk eddig is, de ugye mögött van-e valami, van. Vagy csak fizika. Van. De, mint hogy erősen ne nyomjad, de jó? Csak nagyon sok a súly rajta, nem fog tudni mozdulni, kevesebb súly legyen rajta, még egy kicsit kevesebb. Kevesebb súly, ne nyomd olyan erősen, jó? És szólítsd őt, anyu, gyere hozzám közelebb, jó? Mária, mozgass a kis széket, meríts energiát, kedves fiattal, úgy gyorsan, bátran, szervusz, köszöntünk téged. Te vagy, kedves Mária, ha te vagy Mária nevű kedves lélek, akkor kérek rajzolj egy kört, jelez nekünk egy körrel. Ha pedig nem te vagy, egy háromszöggel, Mária. Ha te vagy, kedves Mária, rajzolj egy kört. Így van. Kedves Mária, ide a tiszta területre mozgasd a kis széket, és ha szeretettel jöttél, szeretettel vettél fel kapcsolatot, rajzolj a fiadnak egy nagyon szép szívet, a szeretet jelét, hogy tudjuk, hogy szeretettel érkeztél hozzánk. Tehát egy szép szívet, a szeretet jelét szeretnénk, ha lerajzolnád, Mária. Folytasd, rajzolj tovább a szívet, a szeretet jelképét. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Erősítsd meg, rajzold át, légy szíves. Rajzold át ezt a szívet. Köszönjük, nagyon szépet rajzoltál. Gyönyörű. Kedves Mária, nagy szeretettel köszöntünk, de mindenképpen szeretnénk meggyőződni arról, hogy te vagy köztünk. Csúsztass közelebb, kedves fiathoz a kis széket.
is mondjuk Ingla lánypori vezeték neved. Jó, megkérdezhetem, győzöm. A vezeték nevét? Igen, a lánypori. Kedves Mária, kérek, írd le nekünk pici betűkkel szépen a lánypori vezeték neved. Milyen Máriának hívtak téged? Folytasd, írd tovább. Pici betűkkel szépen, hogy meggyőződhessünk arról, hogy valóban te vagy köztünk. Milyen Máriának hívtak téged? Folytasd, írd tovább, kérlek. Szépen, hogy el tudjuk olvasni. Folytasd, írd tovább. Milyen Mária voltál, mikor itt voltál köztünk? Gyorsabban, bátran, folyamatosan, Mária. Nagyon szépen köszönjük. Folytasd, írd tovább. Milyen Máriának hívtak? Te atya úristen. Folytasd, írd tovább. Folytasd, írd tovább, Mária. Te lánykori vezetékneved. Folytasd, írd tovább, kérlek. Gyorsan, bátran. Tudod olvasni? Gyorsan? Tudom, igen. Jó. Itt van Rácz. Igen. Rácz, itt a Cézi. Igen. Tehát Rácz Mária volt. Így van. Győző, bocsánat, ez a te kézírásod? Tehát ez nem, ez az övé. Ez az ő kézírása. Ugyanígy írt alá, igen. Tedd vissza a kezed, légy szíves. Tehát kedves Rácz Mária, nagyon nagy szeretettel köszöntünk téged. Kérlek, válaszolj a fiat kérdéseire. Mi volt ez az utolsó, amit vittem neked utoljára egy, hát nevezzük ételnek? Mi volt az a bizonyos étel? Írd le, légy szíves. Folytasd, írd tovább. Ne nyomd erősen. Folytasd, írd tovább, légy szíves. Mi volt az a bizonyos étel, amit utoljára fiattól kaptál, Mária? Folytasd, írd tovább. Pici betűkkel, szépen, hogy el tudjuk olvasni. Mi volt az a bizonyos étel? Folytasd, írd tovább. Folytasd, írd tovább, kérlek, kedves Mária. Folytasd, szépen, hogy el tudjuk olvasni. Folytasd, írd tovább. Mindig mondani kell, szólni kell, mert ezzel adunk neki még plusz erőt a hangunkból. Folytasd, kérlek, írd tovább, Mária. Tudod olvasni, Győző? Én tudom, és azt írja le, amit én leírtam a papírra. Jó. Folytasd, írd tovább, kérlek. Ennyi. Megvan? Megvan. Ékezet kell valahová? Nem látom, mit írtok el, ékezet? Idehozom a papírt, jó? Hozzátok ide. Meg egy tollat hozol nekem, Péter. Jó, nézzük, lassan. Mit írtam, mi volt? Az F betű volt az első? Pillanat, hagyjon ide, Peti, jó? És akkor beszéljük át. Okay. Mit kérdez, mit tegeződhetünk? Persze. Azt kérdezem, bocsánat, hogy kicsit átveszem a moderálást. Azt kérem a kollégáktól, hogy mutassák meg ezt a... A nyár halkan elköszön, de az élmények nem tűnnek el. Indulj el, és érezd rá az ismerős hazai tájak varázslatos őszi hangulatára. Barangolj borvidékeinken, töltődj fel a természettel, a nyugalommal és a csenddel. A lehető legjobb társaságban vagy. Tájak, borok, legendák és te személyesen. A nevezzük írásnak. Jó, látják a nézők. Ide azt írta Gáspár Győző, hogy fagyi. Ide az van írva, hogy F-A-G-I. Ne. Az A betű az egyértelmű. Ez az E betű, így. Ez az E betű, itt van a kunkor rajta, és a A betű jött ide. A G egyértelmű. G, és az itt az I betű. Tudjuk folytatni? Igen. Csak nagy súlyan, erősen jön, tedd vissza. Lehet, hogy az egyik kezed elég lesz. Próbálj meg az egyiket, csak a könyököd ne érje le. Hív közelebb, anyu, gyere hozzám. Meg is mozdul. Köszönjük szépen. Kérdezz, tegyél fel neki valami kérdést. Azt szeretném megkérdezni, még mindig ott van bennem a születésnap, hogy haragszol érte, vagy én voltam a szemétláda, vagy... Nekem kellett volna szólni, hogy aznap, vagy ma nem tudtad azt, hogy nekem van a születésnapom, erre vagy azt írd le nekem, hogy igen, vagy tudtad, csak nem tudtam megszólalni, akarok egy választ tőled, jó? Próbálj válaszolni, kedves Mária. Gyorsan, bátran, folytasd. Folytasd. Te atya világ. Kérni, hogy folytasd. Jók az energia viszonyok. Fú, ezt most a nézőknek hagyd mondjam el, hogy... Hogy fejezze be. Folytasd, légy szíves, folytasd, kérlek, Mária.
szépen. Csak nem szabad levenni a kezed, de mindegy. De ez mi? Azt a betyárja. Mi ez? Jézus anyám. Én kérdeztem előbb valamit. És megkérdeztem azt, hogy miért nem szólt hozzám a születésnapunkon. És itt írja, hogy beteg voltam. Beteg, B-E-T-G, voltam. Voltam. Igen. Beteg voltam. És valóban így volt? Hát így volt, igen. Mert én oda mentem reggel, hogy aznap vagyok 41, és tök örömmel mentem a kórházba, és hát nem kommunikáltunk. Egyszerűen a nézőknek azt tudom elmondani, hogy ebbe semmi nincsen, van egy kéz, és megy magától. Most ne idézzük meg a szellemét, és akkor csináljuk úgy, hogy itt van, hogy most akkor ez az utolsó kérdésem, hogy amit kértél tőlem, azt teljesítettük-e, és mi volt az, amit kértél tőlem? Na mi volt az? Egy magyar start kért tőlem, és teljesítettük-e Zsoltán? Folytasd, hír tovább. Folytasd, ír tovább, mindig mondani kell. Atyavilág. Gyorsan, bátran, folytasd, ír tovább. Úristen, ma megvan a vezeték neve. Folytasd. És semmi súly nincs rajta. És én ebben nem hittem. Tedd az ékezet, nevedd le, tedd vissza, kitesszük ékezetet. Te atya, úristen, ez az ő írása. De ez mi? Zambó Jimmy. Na jó, én most hagyom abba ezt az egészet. Én tényleg ma hülyítettem az országot éveken keresztül. Én tényleg eljátszottam mindent, hogy szórakozzon az ország. De ezt most kamerán keresztül üzenem, hogy most én megmondtam kint a többieknek is, hogy hülyére veszlek. Igen. Minden esetre ez a mai szellemidézés, hívjuk úgy, hiszen ez a neve, sikeresebb volt, mint Zambó Krisztiánnal, tehát nem tudom azt mondani arra, hogy Kókler, viszont nem tudom, hogy ez mitől működik, minden esetre... Pillanat, de az agy se folyásolta be nekem, mert ahogy írtam, én nem gondoltam, én meg sem mondtam, és akkor magától ment az egész. Nagy ez nem folyásolta be. Köszönöm szépen, hogy... Nagyon szívesen. Tilcsosan most egy Halloween napi produkcióval búcsúzunk. Louis Mágus megpróbálja elfűrészelni Kis Daniella szépség királynőt. Reméljük sikerül. Ennyi volt már a Frisbee. Velük legközelebb jövő héten. Csütörtök este találkozhatnak itt a Frisbee kettőn. Viszontlátásra őszeket kívánok.
Együttműködő partnerünk a Gildamax mozgásközpontok. Munkatársaink és vendégeink a 6x6 taxival utaztak. A műsor támogatta a Szent Királyi Ásványvíz. A műsorszám és a felújítások támogatója az Újházcentrum, az építőanyagok forrása. Együttműködő partnerünk a Partner Cable ZRT. Együttműködő partnerünk a Közműalagút ZRT. Együttműködő partnerünk a Hód Kft. Együttműködő partnerünk a Hajas Szalon. A Marco Polo és a Randivadház bemutatja 2015 ősz.